Közel 150 zrínyis diák töltötte meg a tornatermet, hogy részt vegyenek az Innomate projekt indító napján. Az iskola rendszeresen szervez tematikus napokat és heteket, hogy ezzel is segítsék a fiatalok önállóvá válását és könnyebb elhelyezkedését a munkaerőpiacon. Például mi a pénziránytű iskola hálózatnak is alapító bázis iskolái között szereplünk, tehát például a pénzhét eddig minden évben megrendezésre került, mint ahogyan most is a szökőnapon, egy projektnapon, egy pályaorientációs projektnapon igyekszünk majd a gyermekeknek legalább egy picit felvillantani a munkavilágát. Én azt gondolom, hogy gimnáziumban ez fokozott felelősségünk, hiszen az iskola nincs közvetlen kapcsolatban üzemekkel, gyárakkal. Ezen szeretne változtatni az iskola vezetése az Innomate-hez hasonló programokkal. Ebben a projektben azt próbálhatják ki a diákok, hogy egy ötlettől hogyan lehet eljutni a piacig, és az adott ötlethez hogyan tudnak támogatókat szerezni. Első lépésként a pedagógusokat készítették fel szakemberek az előttük álló feladatra, de a program szakkörök megvalósítását és versenyek lebonyolítását is magában foglalja. A program csak az Zrínyiben új kezdeményezés, országosan már van előzménye. Van is olyan vállalkozás, kezdemény vagy diákvállalkozás, akik például a United Way programjának az égisze alatt indultak. Tavaly egy ilyen projekt a Fripa nevezetű négy srác egyébként, akik az élelmiszerpazarlást vették így a fő ötletük közé, és hogy az ellen szeretnének tenni, hogy az emberek minél kevesebbet pazaroljanak, úgyhogy erre hívtak életre egy applikációt, és már nagyon izgalmas és adekvát szereplőkkel dolgoznak együtt, úgyhogy ez a projekt, ez most már például ott tart, hogy valószínűleg ebből egy elég markáns megvalósítás lesz majd. Az Innomate szlogenje, velünk életre kelnek az ötletek. A cél, hogy elkötelezett, talpra esett és kreatív diákok lépjenek a munkaerőpiacra, valósítsák meg újító ötleteiket és építsenek közösséget.